Köszönöm a Pixel TV nézőit, helyszínünk a Rock and Roll Bistro, sőt annak egyik külön terme, és ezt nem véletlenül emeltem ki, hiszen sok mindenről beszéltünk már Puha Robival, és fogunk ma is egyébként a rendezvényekről, de ugye fontos, hogy akár rendezvényeknél, családi eseményeknél, ne agyisten lakodalmaknál, mint lehetséges helyszínt kínáljuk a Rock and Roll Bistrot, mivel várjátok a vendégeket? Igen, ez mindenféleképpen alkalmas erre a helyszín, most lesz a főpróbája a hétvégén, 13-án az első lakodalmunk, amit itt fönn fogunk lebonyolítani. Ez most egy ilyen 90 fő körüli létszámmal, de ahogy nézegettem, ilyen a másik külön teremmel együtt egy olyan 130-140 embert le tudunk ültetni. Úgy néz ki, hogy ezek a dolgok működnek most itt a bisztróba, mert következő héten 20-án Valdorbán, ők is egy olyan 90-100-al lesznek, valamint kicsit előreugrottam, következő héten a főiskolásoknak lesz két rendezvényünk nálunk, 16-án kedden DJ Tommy Boy fog fellépni, és 18-án pedig Gics Party, ott pedig a sztár vendég a Hip Hop Boys lesz. Ezek tehát akkor ugye, ez a kettő utóbbi említett program, ezek nyitott programok, még egy kicsit beszéljünk itt a helyszínről, tehát itt ugye megoldható az esetleg, hogy nem dohányzó termet alakítsatok ki, vagy ruhatárat tudnak működtetni? Hát igen, mindenféleképpen három termünk van, van a nagy terem, ott egy 90 fő elfér, ez most a hétvégi buli fogja, vagyis lakodalom fogja igazolni, van a kisebb terem, a volt játékterem, ez egy ilyen nagyon világos teraszra néző helység, ott egy ilyen 40-50 ember, és akkor van ez az egész pici, itt egy olyan 15-20 ember. És akkor ebből a valamelyik helységet vagy ruhatárnak, vagy dohányzó helységnek ki tudjuk jelölni. Ha valaki mondjuk egy konkrét megrendeléssel érkezik, és itt a menüt értem, akkor az is elképzelhető, hogy saját egyedi elképzelés megvalósítotok? Igen, igen. Tehát teljesen a vendégekre van bízva, minden extra. Ha időbe szólnak, mindent megtudunk. Ha kell, kaviár, francia pezsgő. Tehát lehetetlen nincsen, csak tehetetlen, és akkor úgy zártuk 20-ával, és ha látom, akkor van még úgy egy időpont. Igen, ezt még nem mondtam, és 27-én ismét karaoke Gregorovics Tamással. Tehát, hogyha valakinek van hangja, van elképzelés, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni ide a Rock and Roll Bistróba.